Kedves hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, hadd mutassam be ma este vendégeit. Már talán találkoztak a törzstagok velük, nem is nagyon kell bemutatnom. Szalai György és Dárda István vendégünk ma este. A Magyar Művészeti Akadémia tagjai, filmrendezők, Kossuth Díjas filmrendezők, és szeretném rögtön ha nem baj, egy személyes élménnyel kezdeni ezt a beszélgetést a ma esti film kapcsán. Elmentem a könyvtárba, hogy szerezzek egy kópiát a dokumentátorra, és hát a videókazetták rengetegéből elő is került stílusosan, de a nagy élményem az volt, hogy a könyvtáros hölgy mondta, hogy neki ez a kedvence, mert hogy ő is dokumentumokkal foglalkozik, és nagyon különböző ízlésű emberekkel találkozik, és hát egy órát mesélt erről az élményéről, úgyhogy szeretném őt is ide gondolatba ideidézni, hogy azt mondta, ez egy jóslat volt, hogy ez teljesen a mai, ez teljesen aktuális, és a mai helyzetet mennyire megérezte, és hát ő látta az önök filmjeit, de hát ez neki különösen is kedves. Nagyon nagy elismeréssel szólt erről a filmről. És az lenne az első kérdésem, hogy akkor milyen értelemben, egyrészt az életműben vannak előjelei ennek a felfogásnak, meg a budapesti iskolának egy késői fejleménye, akár a gyökerek mélyebbre is húzódhatnak, mint a dédelgetett kedvenceink kapcsán már erről szóba került, vagy van folytatása is, ugye nyugatról keletre, de hogy az korszakot tekintve, vagy egyáltalán ezt a minősítést, hogy jóslat, hogyan értelmeznék önök? Milyen értelemben lehetett ez jóslat? Hát ez egy izgalmas szó, hogy jóslat, mert végül is ennek nagyon sok rétege van, sok. Ami hát egy jóslat vagy beválik, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy itt tulajdonképpen ettől a szótól kicsit elszakadva, hát egy érzékenységről van szó, meg arról a sok elemző dokumentumfilm, meg dokumentumjátékfilm, meg a filmek vitái, meg ami úgy rettenetesen napra készít teszi az embert, és az analízisből hát lehet következtetni dolgokra. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez számunkra egy elég természetes dolog volt. Persze, hát nem jóslat, mert ez tulajdonképpen akkor is már ott volt a levegőben, meg konkrétumai is voltak annak az egésznek. És ha ezeket nézi az ember, és hát rátekint analitikusan, akkor körülbelül látja, hogy ez hova tendálhat, hova vezethet. Úgyhogy... Tehát egy vizuális kultúrának a látlelete, ami aztán tendenciává is válik. Igen, hát mert végül is, szóval a feladatnak a leglényegesebb része, hogy igyekezzen az ember pontosan átlátni a viszonyokat, és abból alternatívák mindenképpen következnek, hogy melyik valósul meg melyik nem, az nyilván mindig egy kérdés, de hát ez úgy érzem, hogy elég nyilvánvaló volt, hogy ebbe az irányba megyünk, bár 56-ban nem azért volt 56, hogy ebbe az irányba menjünk, tehát már más célok voltak véleményem szerint, más mozgatta azt az egész nagy pillanatot. Ilyen nagy pillanat volt a 89 is, akkor se ezt várta az ember, meg senki nem ezt várta tulajdonképpen, hát sokan azért ezt várták, de hát végül is ez olyan dolog, hogy sziget, szigetnek
nem nagyon lehet menni. Különösen egy országnak, egy társadalomban is nagyon nehéz szigetként élni, el teljesen más célokkal, más vágyakkal, más. Szóval az egy nagyon veszélyes dolog. Hát egy nemzet pedig egy globális világban nagyon nehezen tudja magának kiharcolni a mértékadó egyensúlyt. Ez a rendszerváltás előtt be lett mutatva 88-ban, és 87-ben forgott, ugye, a dokumentált 87-ben. Hát nagyon lehetne tényleg a rendszerváltáshoz kapcsolni. A rendszerváltás egy vizuális kutatása szinte, lehetne azt mondani, vizuális, a mozgókép használatról egy valóban egy dokumentum maga a film. De ugyanakkor sokan minősítették játékfilmnek, hogy majd, hogy nem egy hagyományos játékfilm, hogyha a szerelmi háromszöget nézzük. Bár itt is civil szereplők vannak. Ugye? Igen. Akkor ez a Budapest... Hát ennek minden kockája abszolút fikció, csak azzal a módszerrel, ahogy a dokumentarizmus dolgozik. Tehát játékfilm, mert itt egyébként azon írva, hogy a 100 magyar dokumentumfilm között vetítik, ezt a játékfilmek között kellett volna valójában vetíteni, de itt valahogy ezzel az egész dokumentarizmussal mindig van egy ilyen nagyon bonyolult helyzet, szakmán belül is, szakmán kívül is, mert hát túlságosan sok érdeket sért. És ebben a filmben viszont nagyon sok az archív, úgymond filmdokumentum, archív anyag. Talán lenne egy ilyen meredek kérdésem, nem tudom, hogy ez mennyire jó irány, hogy amikor a jutalomutazás klasszikusabb budapesti iskolás módszertannal, Györgyivel beszéltük a múltkor nagyon is alaposan, hogy itt a civil szereplők dramaturgiai helyét, mintha ezek az archívok foglalnák el, ők kerülnek különböző szituációba és különböző... Lehet egy ilyet mondani, hogy ez lehetne mondjuk, ami összefűzi, vagy ez butaság? Hát én szerintem inkább arról van szó, hogy mi mindig szerkezetbe gondolkoztunk, és a jutalomutazás kapcsán derült ki, hogy abban a 90 perces hagyományos formában csak a sztori jött át, és a mögöttes, amire az egész épült, az sokkal kevésbé. Ennél a filmnél az a helyzet, hogy ezt nekünk volt is egy olyan technikai forgatókönyvünk, ahol a háznak a különböző szintjei tulajdonképpen leképezték az akkori viszonyoknak a képét. Tehát az alaksorba ment a pénzkeresés, pornómásolás, a földszinten a legális üzlet a szőkenővel, és akkor utána pedig fönt, ahová a szőkenő se mehetett, ott gyűjtötte a dokumentumokat a főszereplő, mint egy igazolva az ő egyéb tevékenységét. Tehát, hogy volt egy ilyen rétegződés, amiben azért még az érték is ott szerepelt. Tehát a társadalmi hierarchia és a képek használatának hierarchiája, ez így egy párhuzam, vagy akár fedésbe is hozható a filmben, egy szerkezetben. Igen. Magában a film szerkezetben. Én szerintem minden filmünk ilyen szerkezetes, mert az előző film az Átváltozás, ami be szintén megvannak azok a szintek, amik, hát ha valaki lát, akkor látja. És nem csak egy történetet, hogy van egy költő, aki lapot akar alapítani, és egy öreg ember, ő fotodokumentumokat gyűjt egy szinten, tehát bizonyos mértékig előzménye ennek. A feleség az pedig
tévéműsorokat néz, és az a munkája, uh-huh. hogy azokat igen. elemzi, és akkor ott még megjelenik egy elvarázsolt művészlélek, egy balettáncos nő. Tehát ezek mind tulajdonképpen szikár szerkezetekre épülnek fel, és a szereplők által, mert például ott ez hát majd látható lesz, és aztán már nem is nagyon érdemes a film előtt beszélni, hogy a szőke nőt azt rettentő sokáig kerestük. Az összes divatban lévő szőke nőt, Bíró Icástól mindenkit végignéztünk, és nem az volt. És akkor a Hugo egy autószervizbe meglátta a szőke nőt, akit, hát az különben még az érdekesség kedvére elmondom, hogy nagyon nehezen lehetett megtalálni, mert elment, és az autója rendszáma alapján hiába próbáltuk megtalálni, kiderült, hogy a barátjai volt az autó, aki éppen börtönbe került ezután, és akkor nem lehetett hozzájutni az adatokhoz. És hát amilyen a sors, ugye a Hrudinák Alajos rettentő sokat segített nekünk az archív anyagokba, tehát ő a keleti vidékeken, az arab világban otthon volt, és nagyon sok anyaga volt, és ő neki volt olyan kapcsolata, hogy a belügyminisztériumon keresztül megtalálta nekünk a szőkenőt. És egyébként komolyra fordítva meg annyit, hogy aztán ez a film nemzetközi filmkritikusok díját kapott Berlinben. Igen. És így elkerült, és majd kiderül a filmben, hogy van jelentősége, hogy Moszkvában épp úgy, mint New Yorkban. Bennünket jobban ismertek külföldön, és az, hogy budapesti iskola, azt például nem itthon találták ki. És pont ma, mielőtt idejöttem, azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen nekünk egyetlen filmünket se küldtek el semmilyen fesztiválra. Hanem az történt, hogy az Úri Gregor, aki a nagy filmtörténet könyvet írta valakivel közösen, hát ő egy nagyon neves ember, ő a berlini filmfesztivál mellett csinált egy úgynevezett filmfórumot, ahová ő válogatott a feleségével kézen fogva, személyesen járták az országokat, és ők válogattak filmeket. Tehát ott a filmregényt, az átváltozást és a dokumentátort is, is bemutatták. Tehát aztán voltunk Olaszországban, de oda is egy fesztivál igazgató hívott meg bennünket. Magyarországról mi filmünket sehová nem küldte ki, amíg a jutalomutazás, azt is mondjuk, azt csak megakadályozni próbálták, hogy elkerüljön. Ami aztán ott a nem Oberhausen, Mannheimi fődíjas film lett. És azt, hogy így utólag megtudtuk, hogy nagyon keményen próbálták lebeszélni, mert ott is a fesztivál igazgatónő, ő maga válogatta a filmeket. És azt mondta, hogy nem érdekli, hogy mit mondanak. Ő ezt a filmet akarja, és akkor ez ott fődíjas lett a film. És mondom, ma jutott csak eszembe, elég hosszú idő után, mert valahogy mi igazából a sikerrel nem nagyon foglalkoztunk. A nagy karrierről én nem beszélnék azért, mert hát ugyan elkerült egy-két, de hát hogy nem hát tudom. Ha van találat az interneten, akkor... Jó, de hát szóval... Szlovákul... elkerült egy-két film kétségtelen ide-oda, de... Hát a karrierről azért más az én érzésem, hogy ez valami más. És a Györgyi kezdte ezt a siker dolgot, szóval mi inkább menekültünk a siker elől, mert az valami szörnyű békjóvá válhat az ember körül, és a veszélyezteti a szabadságát, mert akkor már elvárnak mindenfélét, akkor már jön egy
egy olyan diktálásszerű dolog, és akkor az emberbe is kialakul, hogy hú, hát azért milyen jó volt, hogy voltunk itt, meg ott, meg... Szóval a siker és a hatalom az a két legveszélyesebb dolog szerintem a világon. Különösen azért, mert mi valamennyire mindig a filmjeinkben a hatalomhoz való viszont is próbáljuk megrajzolni, nem nagyon kihívóan, meg nem kirívóan, de szerintem... Ez egy fontos, nagyon lényeges. Igen. Ha nincs meg ez a viszony, hogy a legkisebb portás alatti, nem tudom én, takarítónő, vagy nem tudom, az utcán fekvő, lecsúszott valaki, meg a hatalom legcsúcsa között nincs valamilyen viszony megrajzolva, akkor nem igazán tudja megfogalmazni az ember azt a kort, amiben a film szól. Bocs, szóval. Igen, igen. Még én annyival fejezném be, egy kicsit poénszerű dolog, hogy amikor a filmszemlém szerepelt ez a film, akkor az Eldorado volt, és akkor az emberek úgy döntöttek, hogy ott a szakma, meg a zsűri, meg mindenki, hogy ők arra a fajta rendszerváltozásra gondolnak. Uh-huh. És a dokumentátort azt teljesen félresöpörték, de az oroszok mindenképp a moszkvai fesztiválra akarták elvinni, és kemény egyhetes csatájába került az akkori filmfőigazgatónak, meg mindenkinek, hogy ne kerüljön el a moszkvai fesztiválra a film. Hát. Egyébként elvitték aztán a filmet, és egy ilyen 2000 fős hatalmas nagy orosz kultúrházba tevetítették, és fantasztikusan érdekelte az embereket. De így megúsztuk, hogy legyen egy ilyen szégyen voltunk, hogy moszkvai fesztivál, mert az valószínűleg az a film megnyerte volna a moszkvai fesztivált, mert majd kiderül, hogy annyira ott pont abban a pillanatban. Tehát nem is amikor mi elkezdünk gondolkozni, vagy csináljuk a filmet, általában az szokott történni, hogy mire elkészül, akkor addigra az úgy pont éppen a helyen van. És ebben a filmben nem szólt bele a hatalom, beleszólt? A hatalom az mindenféle formájában beleszólt azért, amennyire tudott. A film, a Magyar Budapesti Filmfesztiválon például a Kongresszusi Központban vetítették versenybe a filmet, és az utolsó felvonást nem vetítették le. És akkor... És majd kiderül, hogy mi az majd utolsó felvonás. Miért. És hát mi nem vagyunk olyan nagyon idegesek, hát nem vetítették le, de hát azért a Filmművész Szövetség főtitkárának, meg elnökének ott mondtuk, hogy hát akkor még egyszer le kell vetíteni, mert így nincs verseny, egyenlőség a dologban, és nem vetítették. Kiderül majd, hogy miért. Igen. Közönséget kérdeznénk, hogyha van reakció, reflexió. Hosszú volt, komplicírt, depressziós és nyomasztó. És csak a szép jövőben bízhatunk már megint. Ez jött le nekem. Nekem is, nem mert tudom, én hogy is nagyon rég láttam. Egyet értek. Nagyon szomorú, hogy megint ugyanoda jutottunk. Még hozzáadunk még pár tíz évet, még akkor is ugyanott vagyunk. Háborústól, mindenestől. Mindenestől, igen. Mert az, hogy pont nálunk éppen nincs, az nem jelent semmit. Én is gondolkoztam, hogy kor kérdése, hogy az ember, nem is tudom, borulátóbban látja az egész világot, de én úgy látom, és azt tapasztalom másokkal való beszélgetésből, hogy nem így van, hogy nagyon sokan látják a világot rossznak.
És az a furcsa, hogy mi most három dokumentumfilmet csináltunk, olyan kis településekről, amik elhaltak teljesen, és újraélesztették őket, és ott megpróbálnak egy emberi világot kialakítani. És elég sok emberrel, akivel beszélgetek, hallom azt, amit például ezek az emberek is, akik egy 20-25 év alatt egy más világot teremtettek, érzelmileg, szellemileg, gazdaságilag, mindenhogyan, hogy abba lehet reménykedni, tehát nem egy nagy változásba, mert hogy inkább az a tapasztalat, hogy amikor úgy tűnik, hogy valami óriási nagy változás következik, hogy abból mindig valami szörnyűség alakul ki. És hogy amiben bízni lehet, az, hogy ilyen kis sejtekbe, kis embercsoportokba, hogy ott indul el valamilyen másfajta gondolkozás. Hát persze az ember rögtön hozzágondolja ahhoz, hogy a globális világban, hogy ezek a pici pontok össze tudnak-e olvadni és összeállni valamivé, hát ezt nem tudhatjuk. Valószínűleg nem fogjuk már mi megérni azt, hogy ez kiderüljön. Csak ez mint ilyen reménysugár, a szép holnapba vetett remény. Ez az ötletük már a hippiknek is megvolt, és ők se tudták se megvalósítani, se józan ésszel megcsinálni. Ez az egyik, a másik meg az, hogy azért a kis közösségre a bomba, a berobbanó égő autó, a vörös iszap katasztrófa, nem tudom mit mondjak. Tehát ugyanúgy elsöpri, csak legfeljebb addig jobban él. Tehát egy mikroklímás, nem tudom, kis tanyai, vagy kis falusi, vagy nyilván valami ilyesmi közösségről lehet szó, elhagyott falvakban kiépített értelmiségi környezet, mert más nem tudok elképzelni. Átalakul azzá, hogy hangyaként él boldogan, és nem veszi észre, amikor a traktor keresztül megy rajta, vagy észreveszi az utolsó pillanatban. Akikről én beszélek, ezek rendkívül okos, mélyen gondolkodó, széles látókörű emberek. Tehát nem a hangyaként élik meg ezt a dolgot. Az én véleményem, hogy a globális világban ez tud-e érvényesülni, vagy nem, hogy az egy nagyon nagy kérdés, de végül is hát kétféleképpen is lehet gondolkodni. Hát tudnélik, van egy embernek egy meghatározott élete, és hát a végtelenségbe nem lát el. Tehát 100 év maximum az ember élet, és az egyáltalán nem mindegy, hogy valaki azt a neki adatott időt hogyan éli le. És abból, és itt a koncepció az, hogy itt ott nagyon sok gyerek van, és hogy akkor, hogy gyerekeknek továbbadni, tehát úgy is terjeszteni, hogy szélesíteni ott. Két ember megáll, és akkor 11 gyerek áll mellettük. Ugye 30 éve készült lassan ez a film, és én úgy emlékszem, de majd kijavít az elemér, ha nem így van, mert valószínűleg te frissebben utána néztél ennek az akkori kritikai visszhangjának. Én úgy emlékszem, hogy ez úgy a perifériáján kezelik a ti pályátoknak, ezt a dokumentátort, mint ami volt még. És nem kapta meg azt az elismerést egyáltalán,
abban zűrzavar, jó, elég zűrzavaros év volt már ez a 88-as, de hát akkor is vaknak kellett lenni, hogy ne vegyék észre, hogy ebbe a filmben mennyi minden van, és hogy mennyire más utakat keres, vagy keres, bevallottan keres más utakat a filmezésben is, a társadalomról való gondolkodásban, a világról való gondolkodásban, hogy ez engem meglep annak ellenére, hogy lassan 40 évet eltöltöttem a filmírás és filmkritika területén, de én úgy emlékszem, hogy ez mélyen alá lett becsülve, hogy így van ez? Bizony, bizony így van. Nekem is ez a benyomásom, hogy még sokat lehet erről beszélni, írni, meríteni belőle. Sokkal gazdagabb, mint ahogy talán itt a film elején beszéltük, hogy külföldön, én találtam a külföldi hivatkozásokat, meg hát nagyobb elméleti vagy teoretikus perspektívában idéződik, de hogy konkrétan nincs kimerítve ennek a gazdagsága, ennek a filmnek, pedig valóban egy teljesen új, vagy hát egy nagyon, nagyon újszerű és ma is ható film. Nem mertem mondani, hogy dokumentumfilm, mert pont ez a kérdésem, hogy jól vettem észre most én a mai vetítésen, hogy hát tulajdonképpen ez a maga a film, maga a dokumentátor film is úgy megidézik, itt készül ebben a videó műhelyben a mese szerint, vagy a fikció szerint. Mert nyilván nem. Hát persze az egyik celluloid szalagra, celluloidra készült ez a film, ugye? És a filmben pedig van egy pár jelenet, ahol még időben is hamarabb jön az a féltékenység jelenet, mint a celluloid verzión, bár most nem akarok ebbe belemenni, csak hogy ez hogyan mi a jelentőség ennek, hogy a film a filmben, hogy beleszerveződik, hogy maga ez a műalkotás, a dokumentátorfilm, a Rádai Szalai film megy például ott, mielőtt elindul a kamionsofőr a kocsmában. Vagy hát gondolom, hogy akkor a Rambó vitte oda a motorral. Vagy akkor, hogy van bele, hogy van ez a Möbius szalag bele csavarodva, vagy belekapcsolva ebbe a nagyon... Mi ennek? Ennek van jelentősége, vagy félre? Ennek nagyon jelentősége van végül is. Hát ott abban a bisztróban az egész átmegy egy videófilmbe. Videófilmbe. De már az utolsó jelenet is, ami a főszereplők között zajlik, amikor ott néha angolul beszélnek, és nem tudom, az olyan, mint egy ilyen jó középszerű amerikai film jelenet, tehát ott videóklippesítve van már a történet, és akkor az ott a bisztróba, ahol a teherautó sofőr azt nézi, és őt látjuk a televízióba. Tehát végül is valahogy a film tudomásul veszi ezt az új technikát, és beleépíti saját magába. Uh-huh. Szóval ez szándékos volt mindenképpen. És jól látom, hogy két helyen van ilyen, hogy egyszerre látjuk a filmet és a videóregényt, vagy egyszer a szerelmesek, mikor be vannak zárva, és itt, amikor tulajdonképpen a halált hozó kamionsofőrt látjuk egyszerre élőben és hát tévéképernyőn. Az a történelmi áttekintés, ami nem csak mindig történelmi, de hozzátartozik a helyzet, stadionbeli katasztrófa, a villamosszékes kivégzés, és nem tudom még mi, szóval én nem láttam azóta, mióta ez elkészült, és akkor voltunk vele egy pár helyen, külföldön is, mert ott Berlinben felfedezték, és ez nemzetközi filmkritikusok díját kapott, de itthon semmibe vették, pedig mi nem a külföldieknek csinálnánk filmet igazából, persze örülünk neki, hogyha megértik és be tudják fogadni, hanem itt
Istenre szerettünk volna, és próbáltunk is mindig filmet csinálni. És hát én azt hiszem, hogy egy ilyen kortünet film lett belőle, a videó szempontjából is, meg egy csomó más szempontból. Én szerintem általánosabb dolgokat is le lehet mondani, vagy lehet, hogy csak én egyszerűsítem, de itt beszéltük, hogy a dokumentátor a toronyszobájába, a kuckójába, ott végül is a videó lexikon, vagy az enciklopédikus dolog maga ebben a filmben hát testesül meg, de hogy tényleg most a fikció szintjén, tehát egyértelműen értéket hoz létre, mert lehet úgy viszonyulni a valósághoz, hogy ő azt mondja, hogy nem szeretem az embereket, meg hogy elkülönülök, tehát tényleg külön választ engem a képernyő, a kamera a társadalomtól, vagy ő egy szellemalak, írja az egyik kritikus, hogy egy szellemalak, hogy nem, hát angyali neve van, Rafael, és de most tényleg, ne lehet ez az angyal, ez most kérdezném, hogy tényleg értéket állít elő, vagy pedig tényleg az a felirat, hogy közöny és hátradől, vagy hogy ott volt az elején egy közöny, hogy az a számítógép is mondta, hátradől, hogy akkor ő neki ez nincs is köze, vagy nem érez úgymond felelősséget, és hát bizony a biznisz, meg a pince, meg a pokol, hát az valóban elég felelőtlen hullámokat gerjeszt az ő közönye, mondjuk, vagy kérdezném, hogy hogyan viszonyunk emberileg ehhez a dokumentátorhoz? Hát tulajdonképpen ez végül is egy olyan modellszerű motívuma a filmnek, ami mutatja, hogy az értéket ebben a civilizációban, ebben a világban csak az értéktelenség hátán lehet létrehozni. Tehát szóval a pénz az egy olyan meghatározó dolog az érték létrehozásához is. Persze nem beszélve, ugye el lehet vonulni és lehet festeni óriási képeket, mint ahogy ezt régen csinálták, de régen is ezek az óriási képek tulajdonképpen a királyok, meg a fejedelmek, meg a pápa, meg milyen tett, szóval végül is finanszírozták a Michelangelo-tól kezdve nagyon sokat. Volt olyan, aki meg tudta csinálni a maga nagy művét és a maga küldetését és a saját értékeit tovább tudta adni, de a jelenében nem tudta megcsinálni, csak aztán kiderült, hogy hát megcsinálta. És akkor felfedezték. Na most ez a legnagyobb csapda, mert sokan gondolnak arra, hogy hát majd felfedeznek. Hát nem. Szóval ez a mai világban már a felfedezés sem működik, tehát elvesznek az értékek. Én azt hiszem, hogy a főszereplő az mindenképp egy ambivalens figura, és amit ő létrehoz, az ugyan érték, de látjuk, hogy hogyan rombolódik le ő végül is lelkileg, mert az egy nagyon szép koncepció, hogy akkor majd lent a pokol mélyén, onnan termelődik a pénz, és akkor a legfelső szinten pedig ott a tiszta éteri, tudományos, és nem tudom én, alapos, és tényleg nagyon sok munkát fektet bele, de nem lehet büntetlenül létezni. És én szerintem az elég megrázó a monológia, amiben elmondja, hogy nem szereti az embereket. Igen. Tehát ő nem megy le a metróba, a közérbe, büdösek az emberek. Igen. És ő nem látja azokat a munkásokat, akiket mi látunk, részporos parókába, és
Szóval, hogy akik, hát igen, bárkik is lehetnének, tehát mi úgy közelítünk az emberekhez, ahogy a főhősünk egyre kevésbé közelít úgy az emberekhez. Tehát az, amit létrehozott, az ő determinálja igazából. És akkor persze marad a kérdés, hogy akkor mennyire kapcsolódik össze a személyiség, meg az, hogy mit csinál valaki. Uh-huh. Természetesen azt gondolja az ember ideálisnak, hogyha ez egy tiszta képlet. De ez nagyon ritkán, nagyon ritkán fordul elő. Uh-huh. Én is azt gondolom, hogy így elszakadni, hogy tényleg elhatárolódni a világtól, akkor valószínűleg nem is lesz. Tehát a dokumentálás az valami viszony, az biztos, hogy valamilyen nexus és kapcsolata, hogy így Györgyi mondta, hogy a társadalommal kapcsolatban kell lenni. Ő egy zsákutcában van, nem, nincs kapcsolatban a nemzetével, nincs semmilyen közösség, amihez tartozna, kizárólag tehát a felső osztály a pénz hatalmával mindenféle idegen dolgokat besöpör, az életvitelébe is tele vannak a tárgyak mindenfélével, tehát nincs igazi kötődése ahhoz a földhöz, ahol él. Uh-huh. És ugyanakkor meg nagyon világosan látja, hogy a múltat, meg a világ eseményeit és az egész történelmet, ha nem ismerjük, akkor szinte módunk sincs arra, hogy valamilyen normális létezést tudjunk teremteni, de ő majdnem, hogy egy ilyen világpolgár szinten nagyon okos, racionális, az összefüggéseket nem teljesen tudja, mivel nincs, mivel talajtalan, de azokat azt a munkát, amit ő a magáinak vall, és ami a szenvedélye, hogy megcsinálja ezt a videolexikont, vagy nem tudom, minek nevezzük, az hajtja őt, és tulajdonképpen ez emiatt vesz részt abba a fekete világba is, ami hát mondtam, hogy szerintünk arról szól, hogy másképp nem nagyon lehet. Tehát, de viszont ezt meg nem lehet büntetlenül. Ezt meg nem lehet büntetlenül, mert ez... Tehát egy dilemma. És hogy mondta, hogy kapcsolatban a Földdel, hát a Pászti Lilla, mondjuk a nevét a szőke nőnek, Chip, ő viszont a természet filmeket természetben megy ki. Ő aztán természeti pólus, hát igen, ebben a szerkezetben, rendszerben. Azt nézi végül is a televízióba, de ő sincs ezzel kapcsolatban. Tehát ő csak nézi kedvtelésből, vagy időtöltésből, de végső soron semmilyen, szóval ezek talajtalan emberek, mint ahogy végül is, hát egy bizonyos szempontból mindannyian benne vagyunk abban a zsákon, hogy nem érezzük magunk alatt a talajt. Mi megpróbáltuk ezt összefoglalni meg. Itt tulajdonképpen a film sorsát itt tölt el a párt berkeibe, meg Amerikába. Mert ezt, amikor megkaptuk Berlinbe ezt a kitüntetést, vagy szóval ezt a nemzetközi kritikusok díjat, akkor meghívták New Yorkba. Ott a film alatt bombariadó volt, ahol vetítették, kiürítették az egész. Ez a New York-i
nem jut most eszembe a neve, a legnagyobb ilyen... Lincoln Center, Lincoln Center 2000 egész épületet kiürítették, de nem mentek el az emberek, hanem vártak másfél órát, mi nem tudtuk, mert közben mi elmentünk, mert már nem néztük. Filmet, mert akkor és akkor mikor visszamentünk, akkor visszamentünk, látjuk, hogy kint áll az összes ember. És akkor visszavonultak, hát nyilván mentek el. Egy páran a félénkedek. De tulajdonképpen tele volt ez a vetítőterem, és nem lehetett nagyon látni, hogy kiüresedett volna. Tehát majdnem, hogy alig mentek el. És ott végül is a keresztvizet a Susan Sontag húzta le erről a filmről, mert azt mondta, hogy hát ez nem való. Hát a bíró Ivett hát, jó voltából. Hát, egyébként a... Hát ő is benne volt, de végül is nem a bíró Ivett, mert a Susan Sontagot azért igen, nem a bíró Ivett. Igen, hát a Tar Béla kellett neki, mi nem kellettünk neki, és egyébként még annyit ehhez, hogy a filmnek a sorsáról, hát nagyon elképesztő. Tudnélik, abban az időben a televízióban még volt, azt hiszem, hogy havonta egyszer, havi rendszerességgel egy műsor a magyar filmről. És hát amikor ez a berlini esemény volt, akkor a Kepes András volt kint egy stábbal, és akkor talán nem is a műsorban, hanem írt róla, vagy de lehet, arra már sajnos nem emlékszem pontosan, egyet tudok, hogy nem, akkor az mégis a film lehetett, hogy egy egyórás műsor végén az érdi volt műsorában. Kepes volt kint Berlinben, az utolsó mondat az úgy szólt, hogy a filmklub szövetségek díját kiosztották, és a dokumentátor megkapta a Nemzetközi Filmkritikusok díját. Tehát ez egy mondatba, egy órából, egy utolsó mondatnak a felébe. Tehát, és itthon pedig a filmszemlén, szóval az mondom, furcsa volt, hogy az Eldorádóval vetették össze valahogyan, és az Eldorádó jött ki győztesen ebből a csatából, pedig hát aztán volt ez a Moszkva ügy, és Moszkvában az nagyon elképesztő volt, hogy ott ült egy hatalmas kultúrházba, ott is legalább 2000 ember volt, és ez így jó volt, hogy volt New York is, meg Moszkva is, és borzasztóan érdekelte az embereket, és hát mi mindig szeretünk a nézőkkel beszélgetni, rengeteg kérdés volt, szóval egy nagyon jó élő beszélgetés volt, de egyébként jellemző, hogy az meg hogy fejeződött be. Volt velünk egy tolmács, egy kísérő, és hát körülbelül 2 óra hosszája, vagy 2,5 órája zajlott a beszélgetés, eltartott volna az még egy darabig, és akkor ez a nő azt mondta nekünk, hogy most azonnal abba kell hagyni, mert különben itt hagy bennünket, és nem visz vissza a szállodába. Hát azt sem tudtuk, hol vagyunk. Moszkva nem egy olyan pici kis hely, tehát egyszerűen drasztikusan véget vetett a dolognak, de azért, ami addig ott zajlott, az nagyon jó és nagyon érdekes volt. Egy bizonyos szempontból ez nagyon is dokumentarista játékfilm, és például a főszereplőnek hát a saját habitusa, meg tulajdonképpen a velünk való viszonya is, ahogy alakult közbe, nem? Így látod? Hogy mindjárt, Kárin, hogy befejeznem a mondatot. Itt a hőd is. Igen, jó. Tehát, hogy
a velünk való viszonyában mi nem egyformán gondolkoztunk igazából a világról, tehát nem úgy, mint ő. De hát nem arra volt szükség, hogy a mi szócsövünk legyen, de ez a fajta nem egyezés, ez ő benne megerősítette az ő saját maga elképzeléseit, és ez a monológ, ez azért olyan erőteljes, mert ő azt akkor úgy érezte, hogy ki kell mondja, és átélte, és azért lett viszonylag kemény. Mondjad, Klári, most... De nem előbb a hölgy gyakorlat. Ja. 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 Mert nagyon régen volt már, amikor ezt forgattátok, de én úgy emlékszem, hogy ez a főszereplő volt az egyetlen, akivel nem volt felhőtlen a viszonyotok a forgatás alatt. És igen, komoly de... konfliktusokra is került sor, hogyha erről valamit van. Ha van ennek jelentősége, nincs, akkor... ennyi jelentősége van. Én szerintem lehet, hogy a Hugo másképp gondolja, majd elmondja. Nekem az a véleményem, hogy ennek ennyi jelentősége volt, hogy emiatt köszönhetünk neki ilyen jó monológot. Nem, ő nem szeretett bennünket. Igen, ő volt az egyetlen, igen, akivel én úgy emlékszem, úgy mesélte a Hugo, hogy nem tudtatok vele jó kapcsolatot kialakítani. Nem, ő nagyon... Hát, mondjuk annyiból volt egyedi a szereplőink között, hogy mindegyik szereplővel a film után is nagyon jóban voltunk. Tehát egy jó viszony volt, még beszélgettünk, meg találkoztunk is. Egyébként a most legutóbb sajnos a Harcmodor egyik főszereplője halt meg, és fölhívott a fia, hogy meghalt a Kálmán. Szóval mondjuk megmaradtak a kapcsolatok, vele nem. Tehát ennyiben ő mondjuk az összes szereplőink között egyedül áll, mert végül is semmilyen kapcsolatban nem vagyunk azóta, mióta a film elkészült, de ő egy abszolút szuper szereplő volt. De őt egyébként a film kapcsán meghívták Spanyolországba, és nem volt hajlandó elmenni. Szóval ő egyszerűen nem szeretett bennünket, szerintem oda sorolt be, amit a monológiába elmondt, hogy nem tudom, talán mintha elvegyült volna az, de nem hát... Nem pörkölt zabálónak tart minket, hanem ideológiailag nem értett velünk. Nem, én azt csak elvegyülést akartam mondani, nem a Csalamádét nem is szeretjük. Én szeretem. Ő lényegében egy műfordító, tehát spanyol műfordító. Igen. Egyébként a Dés Mihály, ő a 70-es évek elején a Rusz Józsefféle Univerzitát együttesnek is a tagja volt, tehát ott kezdődött ilyen amatőrkivé. De játszott egy Bacsó filmbe is. Igen, Bacsó filmbe, igen. Ott egy főszerepet játszott. Majdnem 30 évvel ezelőtt láttam ezt a filmet, akkor nem volt ez a hatása, de végül is most úgy érzem, hogy eddig a magyar filmek közül, amelyik a legpesszimistább világképet nyújtotta felém, az a Tarbélának a Torinói ló című filmje, és akkor valahol most azt érzem, hogy ennek a filmnek a főleg a dokumentum részé, összeválogatott dokumentum részébe valami olyan hangulatot, világhangulatot sugároz, minthogyha már valami módon előlegezné Tarbélának a egy-két filmjét, de főleg mondjuk ezt az eléggé ilyen világvége hangulatot, ez az egész. Hát a Torinói ló az kimondottan világvége. Itt... Igen, igen, az világvége film, az vállaltan világvége. Érdekes, hogy
miután én sem láttam közben a filmet, tulajdonképpen csak abban az időszakban, amikor elkészült, és utána, hogy nekem is más érzetem lett, hát végül is mi velünk is megtörtént az az eltelt 25-30 év, és másképp is rálátásunk van, és az nagyon hasonlít erre a pessimista világképre, ami jogos, sajnos. Igen. Nekem lenne egy kérdésem, hogyha szabad egyáltalán kérdezni valamit, mert nekünk ezek a beszélgetések nagyon fontosak, és még máig is nagyon fontosak, mert ez tulajdonképpen egy ilyen tanulmányi vizsga a helyzet, és megtudjuk, hogy ki mit gondol. De azt szeretném kérdezni, hogy hogyan érezték magukat ebbe a 3,5 órába, hogy lehetett ezt végignézni. Tehát, hogy voltak helyzetek, amikor már idegesítővé vált, hogy még mindig tart, vagy szóval... Szerintem volt olyan képsorozat, ami rövidebb elég lett volna. Tehát, de nem tudom megmondani most, hogy igen. Kéne nézni még egyszer, hogy mi az, ami túl hosszú volt. Nekem nehezen indult, aztán inkább tudtam haladni. Igen. Tessék. Időben eredeti dokumentum jelenetek úgy vannak elosztva, hogy tulajdonképpen végigéljük ki az ember majdnem a 20. századot, mindig újabb és újabb borzalmakkal találkozik, tehát nem a kerettörténetben, hanem a dokumentum filmekkel, amit a dokumentátor végignéz. És tulajdonképpen ezek időben úgy vannak elosztva, hogy mindig a néző, mikor már egy kicsit a játékfilmes rész az unalmassá válna, akkor mindig jön egy újabb ilyen történelmi dokumentum, ami megint újabb problémát, tehát beleéri magát az ember az egész 20. század történetbe, és ennek a ritmusa az úgy van elosztva, hogy valahogy úgy nem fáradt. És hát... Igen, ez fontos, hogy... Igen, és hogy a dokumentumoknál pedig az van, hogy például a Heysel stadionbeli tragédia, ami történt, hát látszólag mindent láttunk a televízióban, soha nem láttunk semmit. Nem... megóvják a nézőt attól, hogy valójában lássa. És én szerintem az szinte nehezen nézhető, annyira borzasztó volt az a katasztrófa, ami történt, de lehetett látni, hogy milyen valójában egy ilyen katasztrófa. Azt szokták mutatni, hogy visznek egy embert hordágyon és nagy zsibajban, és akkor nem tudom, egy rendőrt lovon, és pont körülbelül ilyesmit lehet látni általában. Én még csak a Fecóról kérdeznék egy mondatot, hogy ő itt egy ártatlan, tehát ő nem ambivalens karakter, ő tényleg kér egy kamerát, próbálja filmezni, ami neki érdekes, neki pont a dokumentátor szobája érdekes, és hát valahogy ilyen szimbolikus, lehet, hogy csak belemagyarázom, de hogy az akvárium, és aztán megjelenik a szaxofon, a jazz zene, a természet és a kultúra, ott van, egyben van, ott egyben van. Több helyütt nincs. Nincs, igen. Igen. Ez így van. Azt képzelem, hogy a filmrendező az valahogy megpróbálja a világot éppen ahogy van, amilyennek látja, egybe foglalni és megmutatni, és nagyon Melésznek találtam azt a fekete blank bevágását már a végén, mert nem a meditatív szándék miatt, hanem elsősorban azért, mert már nem tudott nagyobb borzalmat mutatni. Mindig tágult a dolog. Több olyan pont is volt, mint kérdeztél,
nehéz volt nézni, de úgy éreztem, hogy ha nem nézem végig, akkor valamit elveszítek. És ezért maradtam benne a szünetben is, mert az is hozzátartozott. Egyfajta oldás, de hozzátartozott. Én igazából rendeszínűleg éreztem. Azt a zsákutcát mutatta meg, ahova ez az előző rendszer akarva nem akarva belefutott. Valahogy így éreztem, és rendkívül gazdag, rendkívül sok felé mutató, és még hogyha, és egyre több, tehát nyilvánvalóan gondolta fel, tehát még milyen kapcsolódások is az emberek eszébe jutnak, amelyek még távolabbra utalnak a látott és hallott dolgoktól. És ez csodálom igazából, hogy itt volt lehetőség arra ebben a filmben, hogy az akkori helyzetet, szóval a világot, nem csak az országot is, de a világot is belefoglalni, és ez szerintem a legnagyobb ajándéka is egy filmrendezőnek, hogy lehetősége van arra, hogy igenis megmutassa azt, ahogyan ő látja a világot most, kezdett éppen akkor. Csak ezért érdemes filmet csinálni, mert különben... Megmutatni a világot, amíg nincs vége, hál' Istennek nincs vége, de a beszélgetésnek, vagy igen, az muszáj vége fel. Bár ez is egy kis világ volt, egy kis közösség, és együtt tényleg egy nagyon jó estét töltöttünk, én nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek és a résztvevő közönségnek. Kevesen vagyunk, de én szeretném, hogyha megpróbálkoznánk egy taps. Nem megyek közül.